Köszöntöm olvasóinkat, és hát jelen esetben ismételten nézőinket. Folytatjuk azt a közéleti beszélgető sorozatunkat, ahol különböző közéleti veszprémi embereket kérdezünk meg, többek között az önök által feltett témákról is. Jelen esetben Óvádi Pétert, országgyűlési képviselőt köszöntöm, és köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, illetve kötélnek át, hogy feltetjük a olvasóink által is megfogalmazott kérdéseket. Sok szeretettel köszöntöm én is a vei.hu olvasóid, nézőid. Jelen esetben ugye pont az ön irodájában vagyunk Veszprémben, de látjuk többek között a közösségi médiában is, hogy rengeteget ingázik a főváros és Veszprém között, illetve a környező kis településeken. Hogyan néz ki az ön átlagos heti programja? Hát a heti programom az a kollégáimnak köszönhetően nagyon jól fel van építve, és hogyha parlamenti időszak van, akkor hétfőn, kedden általában Budapesten vagyok, és a hét többi napján vagyok a választókörzetben. Természetesen amióta állatvédelmi miniszteri biztos is lettem, ezért néha szerda, csütörtök, pénteken is van, amikor Budapestre szólít a munkám, de megpróbálom ebbe a két napba koncentrálni a budapesti működésemet, hogy a választókörzetben élőket is tudjam szolgálni. Mi van akkor, hogyha mondjuk egy államtitkár hívja, hogy sürgősen Budapesten van egy megbeszélése, de mondjuk helyben is van valami elintézendő sürgős ügy. Mi a prioritás? Nekem a választókörzetem az első, és én azt is gondolom, hogy az államtitkár úrral mondjuk meg tudom azt beszélni. Vagyunk olyan viszonyban, hogy meg tudjam vele beszélni azt, hogy a választókörzeti dolgomat, ha elvégeztem, utána beülök az autóba és megyek fő Pestre hozzá. Hány gyorshajtási büntetést kapott? Megmondom őszintén, hogy mielőtt nem lettem képviselő, vagy még amikor nem voltam képviselő, akkor elég sok gyorshajtáson éltek, amire nem vagyok túlságosan büszke, de 2018-ban, amikor országgyűlési képviselő lettem, azt gondoltam, hogy így is példát kell mutatni, és azóta hál' Istennek egy gyorshajtásom se volt. Mielőtt rátérnénk a helyi vonatkozású témákra, pár kulisszatitkot áruljon el nekünk a parlamenti munkáról. Ugye láthatjuk a vitákat az országházban, a felszólalásokat, de ezeket milyen folyamatok előzik meg? Tehát leegyszerűsítve, hogyan jön létre egy törvény? Egy törvénynek mindig van egy benyújtója, és természetesen utána a bizottságok megtárgyalják ezeket a törvényjavaslatokat. Én azt gondolom, hogy fontosak a bizottsági munkák is. Én a Törvényalkotási Bizottságnak vagyok a tagja, illetve a Vállalkozásfejlesztési Bizottságnak, és utána kezdődik ugye a törvénynek a vitája, majd az elfogadása. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy minden törvény jól elő legyen készítve, és ezek az előkészítések után úgy tudjunk róla már érdemben vitázni a parlament előtt, ami tényleg olyan vitát eredményez, ahol a szakmai álláspontokat tudjuk ötköztetni. Szakmai álláspontok ütköztetéséről beszél, de aki kicsit is követi a parlamenti közvetítéseket, az láthatja, hogy ezek a viták elég parázs hangvételűek szoktak lenni az elmúlt időszakban. Készült erre a felfokozott hangulatra, amikor megválasztották, hogy éli meg egyáltalán belülről az ország vagy parlament széksoraiból? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mindenki, aki belép a parlamentbe, az érezze az, hogy mennyire megtisztelve kell, hogy érezze magát az, hogy ez a munkahely is itt dolgozhat. És igen, néha én is megrökönyödök azon, hogy milyen stílus tud lenni a baloldal részéről, hiszen házelnök úr is ugye már többször szóvá tette a stílust, és szerintem tényleg jó néhány képviselőnek változtatnia kellene ezen. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy normális körülmények között tudjunk dolgozni, és hogyha vitánk van, azt is kultúráltan tegyük. Mennyire volt nehéz elfogadtatni magát, amikor 2018-ban megválasztották, most az első ciklusát is ebben az időszakban tölti? Ugye fiatal képviselő volt, az első ciklusát tölti a parlamentben. Milyen volt a többi képviselőnek a hozzáállása mondjuk az ön személyéhez? Én azt gondolom, hogy jó, hogyha mindenkit a munkája alapján ítélünk meg. Én próbáltam, ahogy próbálok ma is rengeteget dolgozni, mind a választókörzetben, mint fönn Budapesten is, hiszen én el szoktam mindig mondani, de ez így is van, én az elvégzett munkába hiszek. És ezt talán látták a frakciótársaim is az, hogyha parlamenti munkáról van szó, bizottsági munkáról van szó, vagy esetleg olyan törvényt kell vinnem, aminek sok szakmai előkészítése van, akkor
nem futamodok meg ezek a feladatok elől, hanem próbálok helytállni ebben, és ezért is gondolom azt, hogy hamar elfogadtak, és talán ez is igazolja azt, hogy most már kaptam olyan feladatot is, amit nagy tisztelettel elfogadtam, hogy az állatvédelmért vagyok felelős, és nagyon szép kihívásokkal teli munkakört is kaptam. Talán ez annak is az eredménye, hogy próbáltam minden adandó lehetőséghez és feladathoz úgy állni, hogy a legjobb tudásomat adjam. A miniszterelnök milyen gyakran szokott beszélni négy szem közt? Miniszterelnök úrral én azt gondolom, hogy többet tudok találkozni esetleg, mint pár képviselőtársam. Ez adódik abból is, ugye, hogy van egy szakmai területem. Én azt gondolom, hogy a miniszterelnök urat mindig el tudjuk akkor érni, hogyha nagyon-nagyon fontos problémákat kell átbeszélnünk. Ugye másfél évvel ezelőtt beszélgettünk nagyon hosszasan vele például a választókörzetet érintő dolgokról, fejlesztésekről, problémákról, amik ma már megoldottak, és hál' Istennek ott is meghallgatásra kerültek. Kicsit keményebb dió. Milyen a viszony az ellenzéki képviselőkkel? Itt hallani olyan pletykákat is, hogy nem is köszönnek egymásnak a folyosón, mondjuk egy baloldali és egy kormánypárti politikus. Én amikor bementem a parlamentbe, akkor az volt tényleg az első nekem, vagy akik szembe jöttek, mindenkinek köszöntem. Hiszen ahogy említetted, tényleg én első ciklusos parlamenti képviselő vagyok, és azt gondolom, hogy ez illik. És én nem gondolom egyébként azt, hogy nagyon rossz viszony lenne a parlamenti képviselők közül jobb és bal oldalon. Én biztos, hogy nyitottabb vagyok feléjük, hiszen nagyon sokszor vagyok a parlamentben, és többet is beszélgetünk egymással. Nekem például vannak olyan kapcsolataim a bal oldalon is, akikkel nagyon szívesen akár egy teára, egy kávéra is leülünk, és tudunk normális hangnem beszélgetni egymással. De természetesen vannak olyanok is, akik hiába köszön az ember, hiába próbálna egy-két szót kérdezni, nem nyitottak erre a párbeszédre. Most átfogóan beszéltünk a politikus társairól, de én egy emberre külön rákérdeznék. Mesterházi Attilával milyen a viszony? Mit szól hozzá, hogy egyelőre az előválasztáson ő fog indulni? Én azt gondolom, hogy Attilával normális a viszonyunk, nem is olyan messze ülünk a parlamentbe egymástól. Én azt gondolom, hogy amikor szembe jövünk egymással, köszönjünk egymásnak, beszélgetünk egy kicsit egymással, tehát én úgy gondolom, hogy jó viszonyunk van, de én sose azt szoktam nézni, hogy kivel szemben kell elindulnom, hanem az, hogy az én munkámat jól végezzem, és az én munkámra szoktam koncentrálni, és ezért is az előválasztást ilyen szempontból nem annyira kísérem figyelemmel, hiszen én azt gondolom, hogy az én munkámra kell koncentrálnom, az én munkám pedig az, amivel a választók felhatalmaztak, hogy próbáljam a térséget segíteni, és egy elérhető képviselő legyek. Ha már rátértünk a térségre, ugye szinte az összes képviselő, öntől is többször hallottuk azt a kijelentést, hogy a legszebb és legjobb választókörzet az, ahol dolgozhat. Viszont én most szándékosan nem a pozitívumokra szeretnék kitérni, hanem arra, hogy ön milyen problémákat lát Veszprémben és mondjuk a környező kis településeken, illetve ezeknek orvoslására esetleg megvan-e a recept, és ha igen, akkor mik lennének ezek? Azt most is el szeretném mondani, hogy a legszebb és a legjobb választókörzet Veszprém megye egyes számú választókerülete, szerintem ez vitán kívüli. De én azt tudom mondani természetesen, hogy 2018-ban, amikor megválasztottak, akkor volt egy probléma térképen, hogy mik a legfontosabb problémák. Ilyen volt például a 8-as út déli elkerülőjének a korszerűsítése, ilyen volt természetesen az uszoda megépítése, és ilyenek voltak azok az infrastruktúrális fejlesztések, ami azóta most már látható, és épül-szépül a térségünk. És nagyon fontos az, hogy a Modern Városok programja az a pandémiás időszak alatt is, ha lehet így mondani, dübörgött, és tudtunk forrásokat biztosítani ezekre a fejlesztésekre, és nagyon-nagyon fontos ennek a kormánynak, és többször is hangsúlyoztuk azt, hogy milyen fontos a magyar vidék. És a Magyar Falu program 2019-től egy olyan programot sikerült elindítanunk, amely nagyba befolyásolja és pozitív irányba befolyásolja a térségnek a fejlődését.
több mint 100 nyertes pályázatai vannak az önkormányzatainknak, ami azt gondolom, hogy példaértékű, azt gondolom, hogy azért vannak ilyen sok nyertes pályázatok, mert felkészült polgármesterek vannak, tudják, hogy milyen irányba szeretnék vinni a településeket, és amire én még nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy a polgármesterek sose a közigazgatási határokon belül gondolkodnak, hanem térségbe gondolkodnak, és térséget szeretnének fejleszteni, ezért vagyok roppant büszke rájuk. Szilvia konkrét kérdést is feltett Magyar Falu Program, illetve kis települések kapcsán. Ugye a kormány korábban egy 49 milliárd forintos keretösszegben hirdetett pályázatot direkt ilyen kis településeknek, üzletek, kisboltoknak a felújítására. Erre mekkora érdeklődés van a környéken, és ezt hangsúlyozom, hogy ez egy vehir.hu olvasónak a kérdése. Én azt gondolom, hogy nagy szükség volt arra, hogy nyissunk a vállalkozók felé és a kistérségben élő vállalkozók felé, és ez egy ilyen nyitás. És nagyon fontos az, hogyha megnézzük azt, hogy egy önkormányzat, egy település mitől lesz vonzó, az természetesen meg kell néznünk azt, hogy milyenek az utak, milyen a közintézmények állapota, de azért jó, hogyha van egy kisboltunk is azon a településen, hiszen nem mindig a nagyvárosba kelljen bejárnunk és itt vásárolni, hanem helyben ott is meg tudjuk venni az alapvető élelmiszereket. És egyébként én azt gondolom, az én megítélésem szerint egy ilyen kisbolt még mint közösségi tér is működik, és ezért is kell ezeket nekünk segíteni, és ezért örülök annak, hogy a Magyar Falu Programba nem csak az önkormányzatok pályázhatnak már, hanem a helyi kisvállalkozók is. És picit a kisfalvakba térjünk vissza Veszprémbe. Barnabás érdeklődik az új városi stadionról, aminek a híre az már itt mondhatni így, hogy itt lebeg Veszprémben. Ez a folyamat hol tart most? Ugye, amikor a veszprémiek beszélnek, akkor mindig két irányban nézzük, ha Veszprémi stadionról beszélünk, hiszen a Veszprémi stadion az ugye ott van a Stadion utcában, és ugye egy komplex fejlesztésünk van ott, ugye a tornász gyakorlót, most már mindenki láthatja azt, hogy kívülről milyen pompája van, de a dobóatlétáknak is egy új atlétikai pálya készült el, és a futókör is majd most lesz esetleg felújítva. De ami talán fontosabb, hogyha már másik Veszprémi stadion nézzük, hogy azt a stadion, majd a Foszi stadion, azt ki szeretnénk vinni az aréna mellé, és ott szeretnénk egy új olyan utánpótlásbázisra épülő infrastruktúrát kialakítani, amely azt gondolom, hogy már nagyon megérdemli a veszprémi futballvilág, hiszen több mint 600 gyermek jár minden nap az USÉ-hoz és rúgja a bőrt, és az infrastruktúrális körülmények elég behatároltak, tehát én azt gondolom, hogy az igazi és az új otthonra az aréna mellett tudnak majd a futballisták szert tenni. Szóba került, hogy ön amellett, hogy Veszprém és a térség országgyűlési képviselője a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos is. Szintén olvasónktól érkezett ezzel a feladatkörrel kapcsolatban egy kérdés. Hol tart most az Állatvédelmi Központ beruházása, amit hónapokkal, talán fél évvel ezelőtt jelentettek be, szintén veszprémi székhelyen? Így van, nagyon örülök annak, hogy Veszprémben lehet majd az első olyan kompetencia központ, ami azt gondolom, hogy tényleg országszerte is egyedülálló lesz. Én, ahogy akkor is elmondtam, az első lépés mindig a tervezés. Most már az önkormányzattól megkaptuk a területet. Az egész projekt az a Veszprémi Állatkertnek a gondozásában van, és ők lesznek a projekt gazdái. Én azt remélem, hogy nem sokára a kivitelezési közbeszerzés elindulhat, és még idén össze elkezdhetjük a beruházást, amit 2022 első negyedévében át is fogunk tudni majd adni. Én azt gondolom, hogy ez az állatvédelem tekintetében egy nagyon-nagyon nagy lépés lesz, és külön köszönöm itt is a térségben működő civil szervezeteknek az erőnfelüli munkáját. Reméljük, hogy ezzel az infrastruktúrális fejlesztéssel az önmunkájukat is tudjuk majd segíteni. Lassan az első politikai parlamenti ciklus végéhez érünk. Ha össze kéne foglalni egy mondatban, vagy akár néhány mondatban, hogy mit szeretne, hogy hogyan emlékezzenek az itt élők erre a 4 évre, akkor mit mondana? Az, hogy ez a fejlődés időszaka volt. Szerintem ez a legfontosabb, hiszen a térségben mindig az a mérvadó, hogy mennyire tud fejlődni az a térség a többi térséggel szemben. Én azt
remélem, hogy erre a 4 évre így fogunk visszatekinteni. És végezetül pedig, itt már nem mondatban, egy szóval válaszoljon kérem, hogy bár még hivatalos bejelentés nem történt, de elindul jövőre az országgyűlési választásokon. Tovább szeretném szolgálni a veszprémieket és a térségbe élőket. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Önöknek köszönjük a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, vigyázzanak magukra!